Elindult a Merkantil Bankliga 2021-2022-es kiírása, a nyitányon a KT Hofbau a Budaörsi SC-t fogadta a kecskeméti Széktói stadionban. A kezdés előtt a KT legendás játékosára, Fekete Sándor emlékeztek a stadionban. Nem indult jól hazai szempontból a mérkőzés, ugyanis a Budaörs rögtön lecsapott, a bal oldalról Winkler tette középre a labdát, ami aztán Balástól került Fankó elé, aki a védő szorításában a hosszú alsóba pöckölte a labdát. A vendégek nagyon élesek voltak támadásban, a 12. percben Szabóval szemben volt szemfüles és határozott Winkler, aki a labdaszerzés után egyedül törhetett kapura, és bal spiccel a léccel állott Varga mellett, megduplázva a vendégek előnyét. Az első fél időben nem tudott hibázni a Budaörs, a meccs harmadik helyzete is gólt hozott, ekkor Sajbán maradt üresen a 33. percben, majd 15 méterről kilőtte a kapu bal felső sarkát. Ez sem szegte a hazai játékosok kedvét, egyre inkább fel is javult a fehér játék, ennek első jelét a 42. percben láthatták a drukkerek, amikor Tóth Barna lekészítése után Lukács lőtt 16 méterről a bal alsóba. A második félidő Vankó helyzetével indult, aki több védőt is megkavart, de lövését Varga szögletre boxolta. A vendéghelyzet ellenére is a kecskeméti akarat érvényesült jobban, előbb Lukács került újabb helyzetbe, majd egy minutummal később Nagy Krisztián lövését kellett kitolni a kapusnak az 54. percben. Az 55. minutumban Winkler robokhatott el egy kontrával, de most nem célzott elég pontosan, a kapufa útját állta. Egyre jobban érett a kecskeméti gól, hiszen a 64. percben Katona jelentkezett egy életerős átlövéssel, majd a 67. percben Hadaró szögletét Riaskó csúsztatta a kapu felé. A 70. percben már jött a gól, Lukács csapott le egy előre vágott labdára, hosszú sprint után a kapust is elfektette, majd az üres kapuba lőtt, megszerezve ezzel a csapata és saját maga második gólját is. A hajrában tovább próbálkozott a KTE, de a 82. percben Szuhodovszki lövése elhalt Tóth Gábor kezében, majd a másik oldalon Halácsi lövése csak centikkel ment el a jobb alsó mellett. A meccslabda a remeklő Lukács előtt adódott a 93. percben, de 17 méterről mellé tekert, amivel kialakult a végeredmény. Kecskeméti TE Budaörs 2-3.